köszönöm szépen. Dicsőség az Úrnak, halleluja! Sok szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus Krisztus nevében, és sok szeretettel hozom a palasznyai közösségünk, gyülekezetünk köszöntését, és kívánják az Úr Jézus gazdag áldását számotokra a gyülekezet számára, és természetesen a szolgálatotokra is. Amen! Nagyon sok jó dolgot hallottunk, már bizonságban, amit tett az Úr Jézus rajtatok keresztül, és hiszem, hogy az Úrnak hosszú távra is van terve erre a gyülekezet számára, és életetetek számára egyen-egyenként, és mint közösség Géleg is hiszem, hogy az Úrnak van egy csodálatos terve, elhívása, hiszen azt mondja Istennek a drága szent igéje, hogy Krisztusnak a jó illata vagyunk. Amen. És sok vagyunk ebben a világban, amen, és ezt, ezt meg kell jeleníteni ebben a jelen való világban, úgy gondolom, mert a, ez a világ a, a sötétségben vesztegel. A bűn elhatott mindent testre, a bűn állt által pedig a halál. Amen. De dicsőség az Istennek, hogy ez nem maradt így, mert megjelent Istennek üdvözítő kegyelme minden embernek. Amen. És hálásak vagyunk az Úrnak azért, hogy kiragadott bennünket, és által vitt az ő fiának szerelmetes országába. Szóval már az üdvösség a miénk, Amen, magunkének tudhatjuk, hitáltal, kegyelemből üdvözségünk van, és ez, ezáltal fiak vagyunk, Fiát, fiak által pedig örökösök, örökösei uh, Isten országának. Amen, jó bizonságot és vallást tenni az Úr Jézus Krisztusról, és a mai napon is. Uh, Róla szeretnék bizonyságot tenni, róla is, mint megfeszítetről. És nem mint csak megfeszítetről, hanem mint föltámadottról is. Amen. Mert hogyha Krisztus föltámadott, azt az ígéretet kaptuk, hogy mi is föltámadunk. Amen. Sőt, föl is támadtunk a keresség által. Dicsőség az Istennek. Engedjétek meg, hogy röviden egy pár szóval imádkozzak. Atyánk, hálát adunk te néked az Úr Jézus Krisztusért, aki által életet és váltságot szereztél. Uram, és köszönjük, hogy a mai napon is, Uram, a Te nevedben lehetünk jelen, és köszönjük, Uram, hogy a Te ígéreted szerint Te is jelen vagy, Uram. Jelen vagy, Uram, mint királyoknak a királya, mint uraknak az ura, mint a megváltó, a gyógyító, szabadító és megtartó. Uram, a te szellemed által kérlek, hogy jelents ki magadat, Uram. Meg, meg, akarunk ragadni téged, meg akarunk érinteni, Uram, meg akarjuk ragadni a te ruhádnak a szegélyét, Uram, és akarjuk, Uram, hogy ez az erő, amely benned van, Uram, kiáradjon a mai nap is, behasson a mi testünkbe, a mi szellemünkben, Uram, és megelevenítsen, megújítson, meggyógyítson bennünket, Uram, mert benne gyönyörködünk, Uram, és a te nevedet hívjuk segítségül, és Uram, aki te nevedet hívja segítségül, segítségül, az megtartatik. Tiéd a dicsőség. Amen. Tapsoljuk meg az Urat. Amen. Hiszen méltó a megöletett bárány, hogy vegyen áldást, imádást, dicsőséget és tisztességet. Amen. Nos, mikor a Attila Pásztor kérdezte, hogy mi lenne az én bizonságtértelemnek a címe, hogyha meg összetudnám foglalni ezt, akkor azt mondtam, két tűz között. Akkor ez volt az én szívemben. Hogy igazából mi, mit is jelent, vagy mit jelentett számomra ez a két tűz között, miben jelenik meg. Mindenképpen bibliai alapai vannak ezeknek, hiszen, hiszen egyrészt ugye ott van Isten a mi oldalunkon, másrészt viszont ott van a lelkünknek az ellensége. Egyrészt, másrészt. Másrészt pedig ugye két út van. Van az üdvösségnek az útja, a keskeny út, amely az életre visz, és van a széles út, amely a veszedelemre visz. Nos, mi hol foglaljuk el igazából ezt a helyet? Hiszen a mi életünk Jézus Krisztusban el van rejtve. Amen. Így van? Vel együtt fogunk megjelenni. Másrészt viszont ebben a világban vagyunk. Egyrészt az mi életünk már a Krisztusé, hiszen kivásárolt bennünket, drága véren, szeplőtlen, hibátlan véren, másrészt viszont testben vagyunk ebben, ebben az életben, és nyilván a testünk, testünknek az indulatai, vagy kívánságai gyakorta beleszól a mi életünknek a menetel, menetében, így van? Nagy rész befolyásol bennünket, hogy hogyan érzed magadat, a gondolkodásmódunkban, hiszen lehet a világ szerint gondolkodni, vagy gondolkodhatunk, mint hívő keresztény ember. És igazából két tűz között vagyunk, tehát az én meglátásom szerint És Minden nap, ugye, föl kell venni a kesztyűt. Minden napnak megvan a maga baja, és megvannak a harcaink, mint hívő embernek, hiszen az Úr Jézus Krisztus, mikor imádkozott a főpapi imájában, hogy akkor nem azért imádkozott, hogy vegyen ki bennünket, hanem hogy tartson meg bennünket ebben a világban. És azt mondta, hogy ebben a világban nyomorúságotok lézen, de bízatok, én veletek vagyok, és meggyőztem ezt a világot. És ezt Jézus Krisztus tette meg érettünk. Ő ma is az urak ura és a királyok királya. Ő az elsadály, az adonály, az Elohim, a járvé híré, az alfa és az omega. Amen. És neki hajol meg minden tér. Dicsőség az Úrnak, hogy átsorakoztunk egy másik oldalra. Akik halottak voltunk, így mi élünk, mert föltámadtunk. Azonosultunk a Jézus Krisztus halálával, Amen. Egy élettünk vele, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet most élek, a testben élem, az Isten fiába való hitben élem. Tehát hitben járunk. Az igaz ember hitből él. Amen. Amen. Mi pedig Megigazultunk hitáltal, dicsőség az Istennek, mert Isten úgy szerette ezt a világot. Amen. Hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el nem vesz-e. El is teszem a kérdést, hogy hiszed, hogy Jézus Krisztus Istennek a fia. Amen! És aki hiszi, annak élete és üdvössége van ő benne, ő általa, és ő ránézve van menetelünk, ma is az atyához, az ő fiában, a Jézus Krisztusban. Dicsőség az Istennek, nagy kegyelme, hogy szeretett bennünket. És ma is szeret. Amen! És ahogy a Sanyi mondta, hogy üldöz bennünket Istennek a, a szeretet, hogy ennek a mélységeit igazából mennyi idő kellene ahhoz, hogy kiboncoljuk ezt. Hogy egy kicsit elmérkedjünk Istennek az igéje felett, hiszen erre is van ugye Istentől való kijelentés, hogy arról elmérkedjél él és nappal. Istennek az igéjéről. Mert akkor leszel áldott és jó szerencsés ebben az életben. Amen. Nos, ahogy az írás mondja, hogy amiképpen az apa tanítsa az ő fiát, gyermekét a jóra, sőt, hogyha néha meg is veszőzi, akkor ez benne marad, és mikor megvénhet, megöregszik, akkor is emlékezni fog rá az atyának az intelmeire. Nos, ami mennyi atyánk is ezt teszi, és, és néha előveszi a veszőt. És én úgy gondolom, hogy akárhány éves keresztények hívők vagyunk is, szükség van erre a veszőre. Szükség van a helyreigazításra, a helyreállásra, mert hívő emberként is nem tudom, ti hogy vagytok, a magam nevébe beszélek, néha elkalandozik. Elkalandozom gondolatokban, és sokszor azon veszem észre magamat, hogy már pályát tévesztettem. <laughs> Ugye? Mert hát sokszor a, tényleg az embernek az élete olyan, mint ezek a gyors folyamú folyók, tudjátok, amiben benne van az ember, egy szállapáttal, és akkor nem ember legyen a talpán, aki végig tud menni ezen a pályán. És valóban ilyenek vagyunk ebben a az életben, mint keresztények. Hiszen a harcot meg kell harcolni. És a nevébe is benne van, hogy harcról van szó. Szellemi harcról van szó. És a a föl kell venni a kesztyűt. Amen. És hogyha nem vesszük fel, az ellenség nem lesz kíméletes hozzánk, hiszen az ördög, mint ordító rosszánt körülöttünk jár, és keresi a gyenge pontodat, és hogyha nincsen gyenge pontod, akkor majd csinál, akkor majd képez egyet, amin keresztül majd hozzá tud férni, és elkezdi lerombolni azt a munkát, amely Isten felépített benned. Vagy kétségbe próbálja vonni. Hiszen vannak nyomorúságok, találkozunk próbákkal, nehézségekkel, és pontosan az ördög, hogy megkísértette maga az Úr Jézus Krisztus, nem riadt vissza, hogy itt van Istennek a fia, semmilyen lehetőségem nincs arra, hogy megtéveszem, vagy kihúzom a láb alól a szőnyeget. Nem ezt mondta. Odaállt, és azt mondta, Isten fia, vagy vesd a magadat ha leborulva imádsz engem, neked adom ezt a, mindazt, amit megmutatott neked egy szempillantásban, ha megéheztél, mondja de kőnek, hogy váljon kenyéré. Nem riad vissza, nem éjjett meg. És mi se gondoljuk azt, hogy az ellenség eh, majd lemond arról, hogy kihúzza a lábunk alól a szőnyeget. Hiszen az igében sokszor találkozunk eh, olyan igékkel, amely eh, nem csak vigasztal, hanem intőleg is szól hozzánk. Vagyis figyelmeztet bennünket. És jó, ha ezeket megtanuljuk. Hiszen sok, szoktam hasonlítani a hívő ember életét a közlekedési szabályokhoz. Sokszor ilyen. Mikor a táblákat, amelyek ki vannak helyezve, be kell tartani. Ennyi. Ha bemész egy kereszteződésbe, nem állsz meg a piros lámpánál, annyi. Összetöröd magadat. Így van? És sok szabálysértés lehet elkövetni. De így vagyunk a hívő keresztény életünkben is. Nagyon sok szabályt át lehet hágni, megengedvén magunknak. Mondjuk meg őszintén, néha magunkkal szemben sokkal ö, szigorúbbak, vagyis hát enyhébben ítéljük meg, hiszen meg tudjuk magyarázni, hogyha olyat követünk el, olyat mondunk, vagy olyat gondolunk, ki tudjuk magunkat menteni. De hogyha más életében látjuk ezt, akkor a törvény szigorával ugye le tudunk sújtani, hát testvére, hát megvan írva, hát nem olvastad el a Bibliát? Hát egyértelműen szól Istennek az igéje, amely egyértelmű mutasításokat ad arra nézve, hogy hogyan kell egy hívő embernek megélni a hívő keresztény életét. És sokszor elesünk ezekben a dolgokban, hogyha nem nagy dolgokban is, de kis dolgokban. És az én, az én szavam járása, vagyis hát amit én szoktam mondani a gyülekezetünkben is, hogy a kis kígyó is kígyó. Tehát az a kígyó fel fog egyszer nőni. Tehát mikor veszélytelennek tartunk egy ilyen kis kígyót, hogy ez nem olyan komoly, ez nem olyan veszélyes. Egyikünk se szent. És ezen az alapon, ugye, megengedünk magunknak bizonyos dolgokat. De viszont ez a kis kígyó fel tud nőni, mert ezt a kis kígyót táplálunk tápláljuk a mi életünkben, és egyre veszélyesebbé válik számunkra. Mert ez a kígyó, ez méreggel rendelkezik. Ez a kígyó meg tud bennünket marni, és a vesztünket tudja okozni. Ezért az Úr számtalin igét, igényt keresztül meg tud bennünket szólítani, és rendelkezett arról, hogy ez fönnmaradjon. Amen. Mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igével, amely az ő szájából származik. Ez élet és lélek és szellem Istennek az igéje. Tehát ez az ige megeleveníti a mi szellemünket. Miért is? Mert mi szellemi emberek vagyunk. Így van? Szellemi embernek nevez a Biblia bennünket, mert régen éltünk és jártunk a világ szerint, a testnek, a szemnek a kívánságai szerint, addig a pillanatig, míg nem találkoztunk a föltámadott Jézus Krisztussal, míg meg nem ragadtuk őt, vagy míg ő meg nem ragadott bennünket. Inkább ez a helyesebb kifejezés. Amen. Nos, én csak rövid bizonság, én egy keresztény családban, vagy keresztény anyukám volt, aki megtért keresztény volt, és gyülekezetben járó keresztény volt. És engemet, ugye, és testvéreimet hurcolt magával a gyülekezetbe, és ha tetszett, ha nem el kellett menni, mert nem, nem kívánta se a testünk, se a lelkünk, hiszen nyári szünetbe ki akar vasárnap gyülekezetbe menni, korán felkelni, készülni, elmenni, és késő délután hazamenni, a buszra várni, pláne vidéki viszonylatba, hogy otthon szerettem volna lenni, és a barátokkal eltölteni az időt. Nos, az anyukám elhordott, dicsőség az Istennek, és igazából olyan mély változás soha nem volt az életemben. Tehát mondhatom, hogy nem volt megtérés, nem volt egy olyan döntés az életemben, amikor felismerésre jutottam volna, hogy nekem Jézus Krisztusra szükségem van. Hallottam az ő nevét, tudtam, hogy ki Jézus Krisztus, Istennek a fia. Sőt, nagyon sok tanítást is hallottam róla, de nem volt személyes kötődésem ehhez az Úr Jézus Krisztushoz. Addig, míg egy nap, valány évesen, 21 éves, köszönöm szépen, ezért szeretem. Már gondolkoztam. Tehát elmentem egy ébredési alkalomra, és ezzel az alkalommal is csak azért mentem, hogy itt az ide lenne megnősülni. És akkor egy, egy barátnőt, ugye, olyat találni, aki, akivel össze tudom kötni az életemet, hiszen 20 éves korban már az ember, a férfiak, legalább, az, az esze legalábbis ugye, megfordul az emberben ez a dolog. Na, tehát ilyen szándékkal mentem a gyülekezetbe, de viszont jelen volt Istennek a kegyelme, amit igazából talán azt mondom, hogy átéltem, de nem tudtam azonosítani. Tehát Istennek a jelenlétét, Istennek a szeretetét nem tudtam azonosítani, addig még erőt és hatalmat nem vett rajtam. És ugye azon vettem észre, hogy sírok, egy belső zokogás vett erőt rajtam, és csak elkezdtek a könnyeim hullani, de nem tudom, hogy miért. És ahogy elkezdett Istennek a szelleme bennem munkálkodni, formálni, azt vettem észre, hogy akkor nem tudtam, hogy szabadulok igazából, de azt vettem észre, hogy könnyebbé válok. Hogy a súlyok peregnek lerólam. Ezek az a generációs átkok, a bűnök, amivel meg voltam kötözve, hogy tisztul ki az elmém, a szellemem és a szívem, átváltozik. És mire... Véget ért az alkalom, addigára megszabadultam. Addigára nem is tudtam, de hívővé váltam. És mikor elhangzott a szó, hogy ki akar megtérni, ki akarja befogadni az Úr Jézust a szívébe, akkor felnyújtottam a kezemet. Kimentem előre, imádkoztam, imádkoztak értem, és ettől a perctől kezdve, amikor találkoztam igazából, tehát nem akkor találkoztam az Úr Jézus Krisztus, amikor gyülekezetbe elmentem, addig, még személyesen nem találkoztam vele, addig nem mondhattam magamat keresztény embernek, megtért embernek, hiszen én is reformátusként kereszteltek meg, mert se nem voltam, a templomba se voltam soha, amikor értem, akkor is belehúztam, tehát hogy minél távolabb kerüljek, tehát semmilyen kötődésen nem volt. De attól a perctől, mikor Jézus Krisztus megtalált engemet, mikor felvett az ő kezébe, akkor megmosott anélkül, hogy kértem volna. Anélkül, hogy ki tudtam volna fejezni akaratomat, szándékomat ő felé, ő már cselekedett. Ő már kiválasztott, kihívott a világnak a felvettetés előtt, kihozott az anyámnak a mélyéből, már gondolt rám. És mikor hozta ezt el az időt? 21 éves koromban. 21 éves koromban mondtam igent az Úr Jézus Krisztusnak, és onnantól kezdve bekerültem ebbe az akolba, Istennek a családjába, és ő lett az én fő pásztorom, ő, ő lett a lelkemnek, a szellememnek a pásztora, aki onnantól kezdve elkezdett terelgetni. Erelte és vezette az életemet. Azóta nagyon sok hegyet, völgyet jártam be, de elmondhatom, hogy az Úr Jézus velem volt, és megtartott és megőrzött mindez idáig. Amen. Dicsőség az Istennek, ott mutassa az órát. Amen. Fölfedeztem. Amen. Dicsőség az Úrnak. Mikor kaptam szót? Álléluja. Nos, hoztam egy igét is. Minyájunk épülésére, és ahogy mondtam, nem egyébről, mint a föltámadott Jézus Krisztusról szeretnék vallást és bizonyságot tenni. Tudom, hogy a gyülekezet nagy része már megtért és befogadta az Úr Jézus Krisztust, és talán mindenki bizonyságot tudna tenni arról, hogy hogyan és miként ment át a halálból, az életbe, a sötétségből, Istenek a csodálatos világosságába és az országába. Ámen. Nos, bizonságom alapjául szeretném felolvasni a Róma hatot. Egy nagyon közismert igét szeretnék felolvasni. Róma 6-ból a hármas verstől kezdődően, tehát így szól, Róma 6-3-tól, Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ő vele együtt a kereség által a halálba, hogy miképpen föltámasztatott Krisztus a halálból az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint egy élettünk vele, úgy föltámadás szerint is azzal leszünk. Tudván az, hogy a mi jó emberünk ő vele megfeszítetett, hogy megsemmisüljön a bűnnek a teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogy pedig meghaltunk a Krisztussal, hisszük, hogy élünk is majd általa. Amen! Nos, azért hoztam ezt az igét első képen, nem azért, mert meg akarlak benneteket keresztelni még egyszer, hanem igazából a tartalma miatt. Tartalma miatt olvastam ezt fel, leginkább azért, ami történik ebben a világban. Tehát én hiszem és vallom, az én hitem szerint, hogy az utolsó időknek a jeleiben élünk. És azt mondja Istennek az ige Timóteusznál, hogy tudd meg, hogy az utolsó időkben nehéz idők fognak beállni. Nos, azért is olvastam fel ezt az igét, mert azért tartom időszerűnek, mert sokszor az ember, hogy egy egyszerű példát mondjak, nem tudom, hogy tisztában vagytok-e az állampolgári jogaitokkal. Sokszor úgy behúznak bennünket, hogy nem is vagyunk tisztában igazából, hogy mik a jogaink, mihez fűződnek, mint állampolgárok jogaink ebben az országban. Így van, nem tudjuk érvényesíteni a mi jogainkat. Nos, mit jelent ez mostan számunkra az ige által? Leginkább arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy... Meghaltunk, azonosultunk Jézus Krisztussal, azonosultunk, és élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, hogy többé már a bűn nem uralkodik rajtunk, nincs hatalma. Azt mondja, azonosultunk Jézus Krisztus hatálá, halálával, és többé a bűn nem uralkodhat, hanem te veszel erőt és hatalmat a bűn felett. Nos, leginkább a szellemi javakra, vagyis az örökségre szeretném felhívni a figyelmünket, hogy miután nem vagyunk a magunkéi, hanem a Krisztuséi vagyunk. Ez azt jelenti, hogy az ördögnek többé nincs hatalma feletted. Nem gyakorolhatja azt a hatalmat, amit idáig gyakorolt vagy gyakorol ma is az emberek életében, hogy leuralja őket, és az ördög az ő akaratát akarja érvényesíteni, és akarja véghez vinni ebben a világban. És látjuk, hogy ezen munkálkodik. Jézus Krisztus pedig azért jött, hogy lerontsa az ördögnek a munkáit ebben a világban. De elsőképpen a te életedben tette ezt meg. Téged szabadított fel. És Te Isten fiaként, Isten gyermekeként, neked az Ura, Úr Jézus adott erőt és hatalmat, hogy tapossál kígyókon, és korpiókon és az ellenségnek minden erején miért? Mert győzelemre hívott eltégedet, és adta az ő dicsőséges győztesi nevét, hogy Te az ő nevében győzhessél ebben a világban. És kérdezem én, nem kell nekünk ezzel a joggal élnünk? Nem kell felvértezni magunkat Jézus Krisztusnak a nevével? De igen. Szükségünk van erre a névre. Mert hiába fogod bemutatkozni az ördögnek a saját neveden, ki fog nevetni. De ha Jézus nevében lépel fel, akkor ott meg kell hajolnia. Amen. Mert oly nevet kapott, amely minden név felett való. Mely név által lehetünk győztesek? A Jézus Krisztus neve által. Amen. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Azonosultunk Jézus Krisztus halálával. Mire nézve haltunk meg? A bűnrésze, az óembert a halálba adtuk hogy többé ne az óember szerint éljünk, hanem egy új természetet kaptunk az Úr Jézus Krisztusban, új teremtés lettünk az Úr Jézus Krisztusban, így most már ebben a világban, mint só, Krisztus jó illata, vagy mint világító szövétnek vagy jelen ebben a világban. Amen. És kell, miután a Krisztust öltözzük fel, kell, hogy a Krisztus lássák meg benned. A Krisztusi életnek kell kirajzolódni minnyájunkban, És erre fog az Úr Jézus Krisztus bennünket elvezetni. Most tudjuk, hogy az iskolában is, az iskola padban is vannak jól tanulók, kevésbé, kevésbé eh, jól tanulók. Van, akik odafigyelnek az órán, vagy akik, van, akik nem. Van, akik még otthon is tanulnak, mert szorgalmasak, van, akik kerülik. A könyvet, mert fertőző. Hát, tehát a hívő ember számára is adott a lehetőség. Amen. Azért mondja, hogy figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok. Hát előre bocsássa. Mert az ördög. De miért? Mert az ördög jelen van. Mert az ördög le van győzve. Amen. Nincs hatalma felettünk. Kijöttünk az uralma hatalma alól, befolyása alól, de az Úr azt szeretne, hogy így is maradna. Hogy ne nyissunk ajtót, ne adjunk lehetőséget, ne adjunk támadási felületet az ellenségünknek, mert körülöttünk jár keresvén, kereső a gyenge pontunkat. És az tényleg olyan, hogyha bezárod az ajtót, akkor az ablakon fog próbálkozni. Ha nyitva nyit död az ablakot, akkor ott, ott fog próbálkozni. És ezt tudjuk, hogy mit jelent szellemben számunkra. Tehát a Krisztus fel akar bennünket készíteni, és szeretni tudatni velünk, hogy az ördögnek nincs hatalma feletted. A bűnnek nincs hatalma feletted. Hát te uralkodjál rajta. Ámen. Sőt, öldököld meg. Ámen. Ezt kell tennünk hívő emberként. Amen. És erre szeretne bátorítani bennünket, ezt látom Istennek az igéjéből. Természetesen az mellett, hogy ugye az Úr Jézus azt mondta, hogy térjetek meg, keresztelkedjetek meg. Mit cselekedjem, hogy örök életem legyen? Tér meg, újjá kell születni, víztől és szellemtől. Ámen! mit cselekedjünk, hogy örök életünk legyen. És miután megtettük ezt a lépést, azt mondja, hogy aki meghalt, azonosult Jézus Krisztus halálával, az fölszabadult a bűn a uralma, hatalma és befolyása alól. Mert szabaddá tett bennünket. Szabadok vagyunk. Amen. Szaba, szabadságra hívott el bennünket, és mint szabad emberekként kell élned ebben a jelen való életben. És sokszor az történik, hogy az ellenség megpróbálja megkeseríteni a mi életünket. Különböző módon. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. Lehet, hogy te is elmondhatod, én is, hogy annak ellenére, hogy hívő ember vagyok, nagyon sok bajom van. Nagyon sok bajjal találom szemben magamat, talán minden nap. Mindig vannak kihívások. Mikor azt gondolnám, hogy a legjobb nyugis helyzetben vagyok, talán akkor kapsz egy levelet, egy olyan levelet, hogy kérnek tőled 200 ezer forintos villanyszámlát, vagy vízszámlát. Már oda is lett a békességed. Csak nézel, hogy milyen nyugodt voltam. Épp most keltem fel a térdeimről. Az úr úgy me megáldott, betöltött engemet. A postás meg idejön és tönkre tehát erre is fel kell készülni. Amen. Nem lehetünk eléggé felkészültek. De viszont kezelnünk kell a dolgot. Így van. Krisztus a mi békességünk. Amen. Krisztus a mi örömünk, Krisztus a mi győzelmünk. Ahogy az írás mondja, hogy sok minden megtörténik, vagy történhet, de mindezekben felettébb győztesek vagyunk. Amen. Ő győzelemre fog bennünket vezetni. Ő cselekszi meg benned és bennem az ő csodálatos győztes munkáját véghez viszi. Mert mit mond az írás? Nem test és vér ellen van tusakodásunk és harcunk. Levegőbeli hatalmasságok, fejedelemségekkel, az élet sötét bírói, ellen van harcunk, küzdelmeink. Hogy mi, miért is kell ezzel szembenéznünk, miért kell tudomásul vennünk. Én azt mondom, hogy nem dughatjuk a fejünket a homokba. Hát nem, mondhat, nem bízhatjuk el magunkat. Noha megtét keresztény emberek vagyunk, üdvösséget, életet nyertünk a Jézus Krisztusban, de nem hagyjassuk figyelment kívül a lelkünknek az ellenségét. Azért, mert nem veszélytelen elég nagy veszélyt, veszedelmet képvisel és közvetít. És neked felkészültnek kell lenned, hogy vissza tud verni, hogy ellene tud állni. És azt mondja, hogy álljatok ellent. Vértezzétek fel magatokat. Vegyétek fel a lelki fegyverzetet minden nap. Álljatok elő, körülövezvén magatokat. Ezt minden nap meg kell tenned. Mert az ördög körülöttünk jár. És ha te nem vagy felkészült, hogyha elbizakodunk, akkor lehet, hogy pont azon a ö, hiányosságon keresztül fog megkörnyékezni bennünket. Hogy elbizakodottá fogunk válni. És lehet, hogy pont ebben a hibába fogunk esni. Lehet, hogy pont itt ezen a területen fog megcsalni bennünket. Ne felejtsük el, hogy a Jézus nevében van a mi győzelmünk. Nem a te nevedben, nem az én nevemben. Én magamat nem tudom megszabadítani. Én magam erejéből nem tudok győzni. És ahogy mondtam, az én nevemet hiába említem, vagy híres emberek nevét. Ismerjük ezt a példázatot a Szkéva ö, fi, fiai, ugye? Voltak heten, akik ezt gyakorolták űzték a tisztáltalan lelket. Így van? A pál nevére kényszerítünk, hogy menjetek ki. Hát pált ismerem, Jézus is ismerem. Nekik kik vagytok? Nos, és az ördög rájuk támadt, és megfutamította őket. Tehát ezekből a példázatokból úgy gondolom, hogy lehet tanulni. Lehet, hogy itt is az alázatosságunkat meg kell tartani. Sok területen. De hiszen van, mikor a Jézus nevében kell felkelned, van, mikor a Jézus nevében kell erőt és hatalmat venned, és kell, mikor gyakorolnod kell ezt a hatalmat, amit az Úr Jézus Krisztus nevében kaptál. Ez nagyon fontos, hogy éljünk a jogainkkal, éljünk Jézus Krisztus nevével, azzal a kenettel. Hiszen miért adta a kenetet? Miért adta a szellemi kegyelmi ajándékokat? Azért, hogy te győzni tudjál. Ámen. Közösségileg, mint gyülekezet is, de igazából a legnagyobb harcokat a magánéletben fogod megtapasztalni. Igazából ott kell helytáján. Ott vannak a legnagyobb kihívások a hétköznapokban, a munkahelyeden. Az életben, ott vannak a legnagyobb kihívások, amikor helyt kell állni, mint, mint hívő ember, és harcolnod, és küzdened kell. De hogyha tudjuk, hogy győzelemre hívott el bennünket, akkor, akkor az ördög nem tud megtéveszteni, mert sokszor azt teszi, hogy lebeszél bennünket. Hogy megfélemlít bennünket, hogy megfutamít bennünket, és lebeszél arról, hogy ne hozz fel a Jézus nevét. Rábeszél, hogy ne küzdjél. Megfélemlít bennünket. Holott a győzelem el van készítve. Azt mondja az írás, hogy nem hagy feletté kísérteni, mint hogy ezt elszenvedhetnéd, hanem megadja a kimenekedést, a győzelmet. Így van. Tehát mielőtt bemész egy próbába, egy harcba, tudjad, hogy ott az út végén, ott a győzelem. Amen. Csak végig kell menned. Lehet, hogy ez egy sötét alagút. Az alagút végén ott van a világosság, ott van a drága győzelem elkészítve. És hogyha a Jézus Krisztus a te lámpásod, a világosságot, nem baj, hogy ez az alagút nincs kivilágítva, mert te a világosságnak a fia vagy, mert ez a világosság benned van, és szellemi ember vagy, és van szellemi vezetésed, van egy szellemi mennyei édesatyád, van egy, van egy urad, a föltámadott Jézus Krisztus. István hittel és szent szellemmel teljes volt. Tehát mikor én olvasom az apostolok cselek, cselekedetét, a könyvet, akkor kicsit irigy vagyok betölt az irítség, mikor látom az apostolokat, hogy közvetlenül beszélnek Istennel. Vezetés alatt vannak. És vezetőket a Szent szellem, És mint ember, az emberrel beszélnek. És ez annyira tetszik nekem, hogy... És felteszem a kérdést, hogy ez lehetséges? A mai élő, hívő embernek Lehetséges, akár egy szolgálatban, akár a hétköznapokban, miután vettük a fiúságnak a szellemét, ami megtanít és elvezet minden igazságra. Lehetséges ez ma is számomra, hogy halljam Istennek a hangját? Hogy a Szent Szellem vezetése alatt legyek? Hogy a Szent Szellem ad álmokat, ad proféciát, ad kielentést? Ma is lehetséges ez? És hogyha ez lehetséges, akkor felteszem magamnak a kérdést, hogy ezt miért nem vettem le a polcról idáig? Vagy miért elégszem meg ennyivel? Mikor Isten sokkal többet készítette el számodra. És hiszem azt is, hogy a világban növekszik a nyomorúság, vagy ahogy készül a világ az antikrisztusnak az eljövetelére. Ugye, amik meg vannak írva, hogy be fognak teljesedni. Én hiszem, hogy az Úr Jézus Krisztus fel akar bennünket készíteni az Krisztusnak a fogadására. Hogy te neked legyen erőd, bölcsességed, kielentésed, vezetésed, hogy ellened tudj állni a gonosznak. Hogy győztes legyél, és helyt tudjál állni, bármi történik ebben az életben. Hiszen nyomorúságos helyzetek fognak előállni. Így van. Olvasunk a Máté 24-ről, vagy a Dániel könyvéről, János jelenések, és még sorolhatnánk ezeket a könyveket, kielentések, amelyek az utolsó időkre vonatkozik. Na de minket nem aludhatunk el mi, mint hívő emberek. Hogy az Úr úgy is velem lesz, az Úr úgy is megsegít. Az Úr szeretné, hogy felálljunk és besorakozunk az ő soraiba. Amen. Nem azt akarja, hogy ottan kullogjunk, hogy arra legyen szükségünk, hogy mindig két oldalról körbefogjanak és támogassanak. Van ilyen. A legkülönbek is megfáradnak. De amikor folyamatosan ott kullogunk, az nem jó, nem helyes. Így van, A győzelemre hívottál bennünket. Egy szellemi háborút vívunk az ördöggel, a lelkünk ellenségével. Harcban állunk, nem adhassuk meg magunkat, nem mehetünk ki a harcmezőre, kellenek a, a fegyverzetek, a szellemi fegyverzetek, Kellen, kell, hogy kipróbált hívő keresztények legyünk, hogy fel legyünk vértezve Jézus Tisztusnak a nevével, kell, hogy bírjunk a Szent Szellem ajándékaival, az elhívásunkkal, Kinek, kinek, amint az Úr adta? Így van. Kit mire hívott el abban? De ahhoz képest, ahhoz az elhíváshoz képest, neked tökéletesnek kell lenned. Az mellett szeplő, sömörgőzés nélkül kell lenned. Az elmúlt alkalommal a fehér ruhával kapcsolatban volt egy szolgálatom. Mert előtte volt egy álmom. És álmomban prédikáltam egy gyülekezetben, és arról szolgáltam, hogy mit jelenít meg a folt a fehér ruhánkon. Hát mikor az Úr Jézus azt mondja, mondott egy példázatátot, hogy volt egy, egy gazda, és szerzett az ő fiának egy mennyegzőt, és kiküldte ugye a meghívókat, hogy gyertek el a mennyegzőre, mert kész van. És voltak, akik kimentették magukat. Nem mentek el. Sótak, voltak, akiket bekényszerített. Mert a mennyegző kész van, a vacsora kész van, kezdődik, és aki jön, jön, aki nem jön, nem jön, kimarad, az ajtó be fog zárottatni. És hogy ebben találkoz, találunk egy példát, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy ott van egy ember, aki nem rendelkezik mennyegzői ruhával. És megkérdezi tőle az, hogy barátom, te hogyan kerültél ide, holott nincs mennyegzői ruhád. És mikor kiküldte az ő szolgáit azzal, hogy jeltek el a mennyegzőre. De ennek a mennyegzői ruhának fehérnek kell lenni. És hogyan válhat ez a mennyegzői ruha szennyessé, foltossá? Hiszen arról beszél Istennek az igéje, hogy elkészíti az ő egyházát, hogy ne legyen azon semmilyen kivetni való. Ennek a mennyasszonynak tisztának kell lenni, ennek a mennyasszonynak szentnek kell lenni. Szeplő nélkülének kell lenni a ruhájának. Tehát ahhoz, hogy ott részt vegyünk a mennyegzőn, először is egy mennyegzői ruhára van szükség, másodszor pedig ennek a ruhának fehérnek kell lenni. Mit mondok én erre? Mossátok meg a báránynak a vérében a ti ruháitokat. Ezt a foltot a bárány vére képes, hogy eltörölje. Ő, ő az, aki megbocsássa a bűnöket, és eltörli. Ámen. De viszont miután kaptunk egy fehér ruhát, meg kell őriznünk a ruhának a tisztaságát, hogy jogunk legyen a mennyegzőben való részvételre. Ámen. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak. Nos, Isten jól készített az ő népe számára, a Te számodra az én számomra, de viszont még úton vagyunk, és két tűz között vagyunk. Ámen? Hivatalosok vagyunk a báránynak a mennyegzőjére. Ott van a me meghívónk, egy jogos, belépünk van. Jézus Krisztus adta át személyesen ezt a meghívót. Ámen? Az ő véreváltság által vált lehetővé és elérhetővé. De még harcunk van, még úton vagyunk, és nagyon sok veszély leselkedik ránk. De te maradj meg a kritben! Harcold meg a hitnek nemes harcát, hogy elnyerhessd az örök életnek a koronáját. Ezek olyan élő szavak és oszlopok, amely, amire mindig támaszkodhatunk. Vannak olyan bibliai igazságok, amiket meg kell tanulnunk, mint jövő embernek. A gyerekek olyan szép verseket meg tudnak tanulni az iskolába, és elég komoly, hosszú verseket, hogy leesik az ember álla, és azt mondom, hogy na hát erre én biztos képtelen lennék. Tehát Istennek a népének felkészültnek kell lenni. A bibliai igazságokban meg kell erősödni. Bírni kell egy ismerettel. Az igazság ismeretére el kell jutni. És az Isten igazsága pedig az ő igéje. Maga Jézus Krisztus, de ismerjétek meg a Krisztust. Hogy öltözzük fel a Krisztust, ha nem ismerjük őt? Kell, hogy személyesen megismerjük őt, hogy el tudjunk változni. Hát mire változzunk el, ha nem ismerjük ezt a képmást? Amen. És erre szeretne bennünket az úr elvezetni, felkészülni, hogy készen legyünk minden nap, mert nem tudjátok, mikor jöj el a ti uratok, hogy milyen formában. Ugye nem csak arra kell felkészülni, hogy az égnek a felőiben megjelen az Úr, és hogy egy szempillantásban akik élnek, elváltoznak, akik ugye meghaltak az Úr Jézus Krisztusban, ugye föltámadnak, és velük együtt elragadtatunk a levegőjékbe, és így mindenkor vele leszünk. Amen! Nem tudjuk a napot, az órát. Felkészültnek kell lennünk hogy az írás mondja, le ne menjen a, 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 nap a te haragoddal, én hiszem, hogy rendezetlenül még ne hagyjuk álomra a mi fejünket. Mert nem tudjuk még azunk, mi történik velünk. Nem tudjuk, mi történik a szellemvilágban. Az ördög nem alszik. Van egy ilyen mondás. De ez igaz. Nem maradjunk védtelenek. Miképpen, ha nagyon hideg van, magadra húzod a takarót. Épp, csak annyi helyet hagyó, hogy a levegőt tudják kapni. Bár, nincsen fűtés, vagy elromlik a fűtés. Így van. Tehát így Istenek a kegyelmével, védő szárnyaival be kell, hogy takarózzunk. Kell, hogy a bárány ott legyen rajtad hogy teljes védelmet adjon számodra, hogy az öldöklőnek ne legyen haga e, joga és hatalma hozzád, hogy ne tudjon neked ártani. Kell a báránynak a vére, vértezétek fel magatokat, hogy tudjatok harcolni, küzdeni. Hiszen amikor harc van, nem fog az ellenség majd levelet küldeni, hogy nekem, Józsikám, gyövő héten készül, mert győk, és... Nagyon felkészült vagyok, úgyhogy jobb, ha te is bőtölsz, imádkozol, és kéred a bálány vérét. De nem így történik, hanem szélviharként. Vagy ez sehol egy felhő, de van villámlások, vihar hogy csak nézzünk, mint a moziba, hogy hova keveredtünk. Tehát az ellenség így meg tud bennünket lepni. És hogyha sikert arat, akkor bizony, amikor tényre kényszerít bennünket. És utána megint imádkozhatunk, akkor megint felküzdhessük magunkat, de ezektől mentesekké tudunk válni, ha minden nap készen legyünk, készen vagyunk. Szellemben és igazságban imádni és szolgálni az Isten. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok! Azt hinné az ember, hogy az Úr Jézus Krisztusnak nem volt szüksége imádkozásra. Ő volt Istennek a fia, ő maga egy Isten, így van. Mindeneknek előtte született. És imádkozott. Éjszakákat imádkozott. Könyörgött, sírt az Atya elő. Kérde miért, hogyha maga Jézus Krisztus Istennek a fia, ott térdepelt, ott sírt az Atya előtt. Nekünk ezt nem kell, mint fiakként, mint gyermekenként, akiket beoltott. Ezt tennünk. Ha neki szüksége volt Istennek a fiának, imára, könyörgésre, én nagyon csodálkoznék, ha nekem nem lenne erre szükségem. És hát visszatérve a példázatra, tehát mi azokkal a kapcsolatban, akik kimentették magukat, hogy hányszor meg tudjuk magunkat védeni? Hányszor tudunk kifogást találni? Uram, inkább gyere vissza később. Az Úr Jézus ott szoronga téged. Érzed Istennek a jelenlétét. Mert az Úr egyszerűen szeret téged, és át akar ölelni. Csak átöleltéged, téged, megszorongat az ő szeretetével, és lehet, hogy nem is tart sokáig az ő jelenléte, és már megy tovább. Meglátogatott. Adott, hozott neked egy ajándékot. És hányszor vagyunk úgy, hogy uram, pont most nem élek rá. Csak addig várjál, még vége van a sorozatnak. Komolyan utána le fogok térdepelni. Gyere vissza később ezzel az üzenettel. Jót mondtál, uram. Tényleg ez a gondolat, ez jó. Mindjárt. De egy kis időt adjál. És van ez? Holott ki kéne kapcsolni mindent, és félretenni mindent. Uram, mit vagyok. Mit akarsz, hogy cselekedjem? Mikor halljuk, hogy megszólít bennünket az Úr, Sámuel proféta. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Tudunk válaszolni. Elég érzékenyek vagyunk már. Elég szellemi emberek vagyunk már. Hogy halljuk. Szellemben és igazságban járás. Megvan már a hallásunk, a szellemi hallásunk, hogy halljuk, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Kifejlődött már nálunk a szellemi látás, és hogy értsük. Hogy mit mond a lélek a gyülekezetnek? Hogy mit mond a lélek számomra, hogy mi Istennek az üzenete? Van egy központi üzenet, így van. Akár most én hoztam egy üzenetet, megosztom veletek. De azon belül van egy személyes, egy testre szabott üzenete az Úr Jézus Krisztusnak. Speciálisan számodra, hiszen nem vagyunk egyformák, nem is kell egyformának lenni. De mert különböző problémáink van, lehetnek, vannak, különböző személyiségek vagyunk, és az Úr mindig személyre szabottan adja a megoldást, vagy közelít meg. Ő ismeri a hozzád vezető utat. Ő ismer téged, jobban, mint te önmagadat. Sőt, van, mikor te saját magadat meglepet, és azon azt, azt kérdezted, hogyan mondhattam ezt? Ha nem is ezt akartam mondani. Hát én nem is ilyen ember vagyok. Akkor miért ezt tettem? Miért ezt mondtam? Miért, mi, miért így gondolkodom? Isten ismert téged. Mielőtt bejöttél volna ebbe a világba, ő már ismert. Sőt, elhívott és megszólított tégedet. És Istennek terve van veled. Lehet, hogy nem nagy új vagy, kis új vagy a Krisztus testén belül. Mindenkinek megvan a, feladata, a szolgálata, és ezt nem csak úgy adja, ezt a dobozt, hanem ezt a dobozt meg is tölti azokkal, az ajándékokkal, azokkal az alkalmatossággal, hogy te azt az elhívásodat be tud tölteni. Hát Isten nem azt cseleksz, hogy elhív téged valamire, aztán nem tesz alkalmassá, mert az alkalmasság Istentől van. Lustaság az van? Az működik? Az működhet? Vagy éppen nem érek rá, az működhet? Gyere vissza később, uram, az működhet? Most éppen fáradt vagyok, most aludni szeretnék. Uram, reggel megyek munkába. Ilyenek előfordulhatnak. És pont akkor szorongat Istennek a szerelme. Hogy hogy, hogy nem, miért pont két órakor jut az úrnak eszébe, hogy meglátogasson tégedet? És szeretne időt tölteni veled, szeretne beszélgetni veled, szeretne adni neked látást, gondolatokat, vagy vezetést. Te meg szeret be az altatót, nem tudod, mi van veled, miért nem tudol aludni? Uram, adj álmod. uram, segíts, mert nem tudok aludni, reggel négykor kell, nem kell. És az úr pedig ott viszi a csomagot, te meg már az ajtóból visszutasítod. Az Úr Jézus megfordul és elviszi. Jó, majd jövök máskor. Tehát legyen halló fülünk és értő szívünk. Mikor az Úr Jézus közelít, akkor tudjad, hogy az Úr akar valamit tőled. Vagy megáld az Úr. Vagy felkészít tégedet az Úr. Ad neked tanácsot, ad neked vezetést, hogy te a hétköznapokban tudják győztes lenni a holnapi napban. És hogyha van fülünk, akkor meghalljuk. Ha van engedelmesség, van alázat, van buzgóság, van akarás bennünk, és legyűrjük a testet, a fáradtságot, a kényelmet, ha kikelünk a kényelmes bőrfotelból, és letérdepelsz, letérdepelünk, lehet, hogy sokkal gazdagabbak lennénk. Sokkal többre lennénk hajlandóak vagy képesek. Sokszor kényelmesek vagyunk, kényelmes hívők vagyunk. Hogyha nézzük a, az Új Szövetségben, ugye, ahogy mondtam, hivatkoztam, ugye a, a tanítványokra, mit mondott az Úr Jézus, jele és kövess engemet? Ennyi volt. Mit csináltak? Éppen a hálót visszadobták a csónakba, hajóba, és követték az urat. Máté fogta ott, hogy hagyta a pénzváltóasztalt, úgy, hogy volt, és követte az urat. Tanítványok mit csináltak? Ott hagyták, és követték az urat. Ezzel nem azt mondom, nem kell dolgozni, nem kell jövőt tervezni, iskolába járni, stb. Tehát ez most nem arról szól hanem mikor elküldjük az Urat, mikor nincs időnk az Istenre. Ez arról szól. Mikor lehetne időnk, de nincsen. Mert kimentsük magunkat. Az Úr szeretne ö, megerősíteni bennünket, pontosan az utolsó időkre vonatkozóan. Mert azt mondja az írás, a bűn megsokasodik, és egyre nagyobb erőt és hatalmat ölt ebben a világban. Ezt tapasztaljuk és tudjuk. Így van. Tehát neked is, nekem is felkészültnek kell lennünk. Így van. Tehát neked is a szellemben meg kell erősödnöd. Felkészültnek kell lenni, hogy az ördög minden ravasságával szemben ellene tudj állni, hogy győztes tudjál lenni. És ez csak nem úgy működik, hogy majd én kik találom magamnak. Itten szellemi harcok vannak, neked szellemben kell megerősödnöd. Mert Isten szellem, de viszont az ördög is szellem. Te egy szellemi ember lettél, többé nem vagy testi ember, mert Krisztus halálával azonosultál, de szellemi ember vagy, egy új teremtés vagy, és neked szellemben felkészültnek kell lenni, felvértezni, fegyverzetet felvenni. Efézus 6-ban el tudjuk olvasni a lelki fegyverzetet. Most nem fogunk erre kitérni. Elment az idő. Halleluja! <laughs> Halleluja. Dicsőség az Úrnak! Az Úr Jézus áldjon meg benneteket gazdagon. Köszönöm a lehetőséget a módot, hogy itt lehettem, és szolgálhattam fel